a projekt teljes költsége 864.910.555 forint, amely 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A Jászhagykun Szolnok vármegyei önkormányzat, illetve a 100%-os tulajdonában álló Jászhagykun Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. konzorciumi együttműködésének keretében a 2014-2020-as terület- és településfejlesztési operatív programból a top kötőjel 1.1.1 kötőjel 16, kötőjel ilyen 2, kötőjel 2020, kötőjel 00001 azonosító számú projekt keretében támogatást nyert 864 1.910.555 forintból iparterület fejlesztését valósította meg Karcagon. A projekt célja Karcagváros önkormányzatának tulajdonában álló 13,6 hektáros belterület fejlesztése volt, amely korábban Karcagváros településrendezési tervének módosításával kiemelt fejlesztési területé nyilvánított közművesítetlen ingatlan volt. A beruházás Karcagváros északkeleti keleti szélén, az északi új telepváros részben a 34101-es számú országos közút, a Vágóhíd utca melletti területen az 539 per 9-es helyrajzi számon valósult meg az alábbiak szerint. 6,5 méter széles kétsávos belső telepi út kiépítése tervezett, körülbelül 2000 négyzetméteren beton burkolattal, csapadékvizelvezetéssel. A belső út mellett ivóvíz, szennyvíz, elektromos áram, gáz és telekommunikációs hálózat gerincvezeték kiépítése valósult meg közmű kialakítási pontokkal. Az első ütemben 2,28 hektár körbekerítésével üzemcsarnokhoz kapcsolódó belső telepi úthálózat építése és parkoló kialakítása, a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása is megtörtént. Első ütemben a körbekerített 2,28 hektáros iparterületen portai épület, illetve egy 990 négyzetméteres üzemcsarnok épült fel a szükséges szociális és irodai kiszolgáló létesítményekkel. Az üzemcsarnok tetőszerkezetére napelemek kerültek elhelyezésre, hőszivattyús fűtési rendszer telepítésével. A projekt sikeres megvalósításával a Vármegyei Önkormányzat céljai teljesültek, hiszen egy ilyen beruházás során nem csak a gazdaság élinkítés, a munkahelyteremtés fontos, hanem a területi kiegyenlítés elve alapján az is, hogy a nagykunság fővárosa, Karcag egy olyan belépő zónája legyen a térségnek, ami az M4-es közelettével megteremti a lehetőséget a meglépő vállalkozások megerősödésére és új vállalkozások betelepülése előtt.